javában zajlanak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületei. A rendezvény nyitó miséjét itt a Hősök terén tartják majd vasárnap, szeptember 5-én. A 15 órakor kezdődő nyitóműsorban mintegy 300 néptáncos és hagyományőrző művész lép majd fel, a szentmisét első áldozással pedig 16 órától tartják a Hősök terén. A programok egész héten folytatódnak majd a magyar főváros több helyszínén, és nem csak egyházi, világi programok is lesznek. Lesz egyebek mellett vásár a Szent István téren. A Hungexpo-ban minden napot reggeli imával kezdenek. Az 52-nek második napján a Pesti Vigadóban a Szent Efrém férfi kar koncertezik, míg az Erkel színházban a Csík zenekar ad koncertet, Ákos pedig szeptember 10-én lép fel a Pap László Budapest Sportarénában. A Szél Kálmán téren és az Őrsvezér téren hétfőtől péntekig, kora délutántól estig egy-egy missziós színpadon koncertek, tanúságtételek, evangelizációs darabok várják az arra járókat. Szeptember 4-e és 12-e között a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal egy időben rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált is. Szeptember 11-én 17 órakor a Kossuth Lajos téren szentmise és eukarisztikus gyertyás körmenet lesz, míg az ünnepi zárómise a Hősök terén lesz szeptember 12-én 11:30-től. A Stáció Orbis ünnepi zárómisén Ferenc pápa is részt vesz. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek korábban elmondta, az egész világ számára áldást kívánnak adni, kilépve a templomok falai közül. Hozzátette, szeptember 4-én a II. János Pál Pápa téren ültetett ebédet adnak fél ezer rászorulónak, és az ország több más városában is tartanak szeretett vendégséget. Magyarország másodszor ad otthont az eseménynek. Az 1938. májusában Budapesten tartott 34. Eukarisztikus Világkongresszus zárómiséjén a Hősök terén félmillió hívő vett részt. Az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus programjairól részletesen az IEC2020.hu oldalon tájékozódhatnak.